Üdvözöljük Önöket! Az SVC csapata kivonatos videó összefoglalóját látják, amelyben megosztjuk Önökkel a húszállítás és az SVC társaság fejlődése közelmúltbeli legfontosabb eseményeit. Ebben a kiadásban a következőkről lesz szó. A UST megoldásait bemutatták egy indonéziai fórumon. Az SVC új, a ma vezetői, díja. Podcast Alexej Suhodojevvel. Ne vesztegessük hát az időt és térjünk is rá az első eseményünkre. A sajtóközpont közlése szerint a UST Incorporated, UST pilóta nélküli szállítása és közlekedése részt vett a 19. ITC Asia Pacific Fórumon Jakartában. Az eseményt az ázsiai csendes-óceáni térség okos közlekedési rendszereinek fejlesztésének szentelték. Az eseményen a közlekedési ágazat szakértői, politikai döntéshozók, innovátorok és véleményvezérek találkoztak, hogy megvitassák a fenntartható és intelligens városi mobilitás felé vezető legújabb trendeket és új technológiákat. Az SVC társaság részt vett a ma vezetői díjátadón, ezt a díjat a személyes teljesítményekért, a társadalom szolgálatáért és társadalmilag jelentős projektekben való részvételéért ítélik oda üzleti klubok tagjainak, politikusoknak, a tudomány és a kultúra híres személyiségeinek, diplomatáknak, valamint a divat és a sport képviselőinek. A rendezvényt 2015 óta rendezik meg, amelyet idén a Leaders Today magazin és a Leaders Today üzleti közösség szervezett meg. Alexej Suhodojev az SVC társadalmi vállalati ökoszisztéma társalapítója jelen a Picsuzsinánál, a One to Sky új epizódja házigazdájánál járt vendégségben. Ebben a podcastban nem csak a közösség meghatározó zászlóshajó projektjeiről, a húszállításról és a biohumuszról fognak hallani, hanem az idén elindított SVC maratonról is. Ezek voltak mára a főbb híreink. Ne felejtsék el ezt az epizódot sem lájkolni, valamint fűzzenek hozzá megjegyzéseket is. Viszontlátásra!